És már is eltelt egy éjszaka, itt vagyok hosszú peresztegen, kezdek egy pecsételéssel, és indulok vissza Sárvárra, 36 kilométer, hajrá! Hagytam el a Hidegkúti vadászházat, ahol megtörtént az első esőben való pecsételés. Persze várhattam volna egy körülbelül 8-10 percet, és ahogy látjátok, most már elállt az eső, de körülbelül most olyan félúton járhatok, még előttem van egy olyan 17-18 km Sárvárig, és az út nem lesz rövidebb. Na hajrá, menjünk tovább! Látható, egy rendkívül hosszú, egyenes erdei aszfaltúton jövök. Épp arra gondoltam, hogy ez olyan, mint a Kaphegyre vezető Magyarország legmagányosabb útja címre pályázó út. De igazából, ha nem jött szembe, vagy 25 ember, 25 túrázó, akkor egy sem. És legalább 3 autó ment el mellettem. Úgyhogy ugyanez egy hosszú, egyenes út, de magányosnak egyáltalán nem lehet nevezni. Erdőből, ezúttal úgy adódott, nem a farkas evett meg engem, hanem én őt. Thank you.
szerencsére Sárvár ezúttal is megvárt. Igaz, hogy ígértem, hogy nem lesz több poén, de annyira elfáradtam, hogy ez már muszáj volt. 37,5 kilométer, megvan a hosszú peresztek Sárvár szakasz is. Nagyon szép volt, végül is változatos volt, mert elkapott egy kis zivatar is. Úgyhogy jó volt, szép volt, vár a pihenés. Legközelebb hosszú peresztekről folytatom tovább.